Matilda vagyok, és a mai videó egy booktag lesz, amit Evelyn készített, és ő is hívott erre ki engem, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm. És ez a könyves klisé kihívás lesz. Van jó sok kérdésünk, mindegyik valamilyen ilyen könyves klisével kapcsolatos, és ezekhez próbálok megmondani könyveket. De nem biztos, hogy tudok mindegyikhez, majd 3 nap múlva eszembe fog jutni egy könyv, ami jó lenne azokra a pontokra, amikre most nem fogok mondani, de az a helyzet, hogy jelen pillanatban most nem jutnak eszembe. És lehet, hogy valaki ránéz a polcomra, és rá fog mutatni, hogy de hát Matilda ott van a hátad mögött, és ez erre jó lett volna. Amit mondjuk régebben olvastam, abszolút nem emlékszem már ilyen részletesebben klisékről, hogy mi történik benne. Úgyhogy előfordulhat, hogy van 8 olyan könyv is a polcomon, amit mondhatnék egy pontra, és abszolút nem tűnik fel, szokott ilyen lenni. Na de akkor nézzük is, hogy mik ezek a pontok, mert jó sok van belőlük. A legelső az egyik személyes kedvenc klisém, nem. Ez pedig nem más, mint a szerelmi háromszög, vagy Bella válasz már az Istenért. Na most én nem olvastam az alkonyatot, tudok erre helyett egy másikat mondani, amiben engem a szerelmi háromszög nagyon durván megviselt. Ez pedig a végzetereki sorozat volt, amiben ugye a Clary, Jace, Simon háromszög ment nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Feleslegesen sokáig, mert ugye bele kellett vinni, de testvérek voltok. Mindegy. Szóval alapvetően én nagyon szoktam kerülni a szerelmi háromszögöket, tehát hogyha keresek egy könyvet, vagy meg akarom tudni, mi történik benne, és valahol meglátom, hogy egyébként van benne szerelmi háromszög, homlok, egyenest megyek a másik irányba. Nem szándékozok szerelmi háromszöges könyveket elolvasni, mert tudom, hogy nem tetszenek, nem szeretem őket egyszerűen. Mint ha most olvastam volna egy könyvet, amiben jól volt kivitelezve a szerelmi háromszög, de hogy amúgy nem szoktak jók lenni. A következő, ami nagyon-nagyon sok könyvben benne van, mert így általában ez szokott a történetnek a fő indíteványozója lenni, az pedig az, hogy a kiválasztott te vagy. Erre akármelyik, tényleg akármelyik disztópiát vagy fantazit ebben az esetben rá lehetne mondani, mert mindegyik ilyen a népszerűek közül is. De én egyébként nagyon régen olvastam ilyen, szerintem régen olvastam ilyet, amiben kifejezetten ez a te vagy, aki választott, így erősebben benne volt, úgyhogy most az útvesztőt fogom ide mondani, mert ugye ebbe Thomas az, akire azt mondják, hogy te leszel az az alany, akiről majd le tudjuk szedni azt az agymintát, ami alapján megmentjük a világot. Feltűnően sok zöld könyv lesz a kupacomban. Következő, a verseny, amin nem akarunk indulni, de fogunk. Ennek a klasszikus, ikonikus alakja az nem más ugye, mint az éhezők viadala, de csak hogy mondjak más is, Harry Potter és a tűzserlege. Ilyen versenyen indulunk akaratunk ellenére. Ilyet se olvastam egyébként szerintem sokat. Inkább ezek már, tehát mind az éhezők viadala, mind a tűzserlege arról szól konkrétan, hogy a versenyre el kell menni, tehát nem csak egy része ez, tehát nem csak van benne egy verseny, amire nem akarnak elmenni, hanem ez az egész sztori, hogy van ez a verseny, amire nem akart elmenni, és mégis ott van. Következő, a rossz fiú és a mindent megváltoztató átlagos csaj. Minden a ifjúsági középiskolában játszódó könyv ever. Na jó, ez nem igaz. Amit tudok is mutatni, az a Luxen. Damon, meg az átlagos nője, jaj, ez oldalon van. Igen. A csaj mindent megváltoztat, a szürke kisegér, aki könyvboly, és egyébként nem jár ki. És van a rossz fiú, akinek eddig nem ez volt a type-ja, de most már ez a csaj vonza. A másik pedig, amit még tudnék ide mondani, ami egy nagyon régi traumatikus élményem, mert annyira kínos volt, hogy már kínomban nevettem rajta, ez pedig a szívzűr terápia strébereknek, ami egy ilyen nagyon lazaromi könyv, csak egy olyan helyzetek vannak benne, ami ilyen másodkézből is rosszul érzed magad néha rajtuk, úgyhogy attól már meg is szabadultam, tehát az azt hiszem a könyvtárban van most már. A következő eddig rejtett különleges képesség, ugye, amikor egy karakter tök átlagos, és aztán egyszer csak a semmiből lesz valami nagyon szuper képessége. Őszintén ide mondhatnám a Shadow and Bone-t is, most, hogy így belegondolok, de nem azt fogom, hanem
a Cindert fogom ide mondani. Mégpedig azért, mert ebben szerintem egészen jól van kivitelezve ahhoz képest, hogy ugye egy kliséről beszélünk, mert hogy igazából a különleges képessége a lánynak, nagy spoiler, ja? Szóval a különleges képessége a lánynak, mivel hogy ő félig kiborg, az így le volt blokkolva ilyen kis csippel, nem tudom, és addig nem működött neki, viszont nem is kapja el azt a fertőzést, ami ebben a könyvben nagy problémát jelent, pont azért, mert hogy nem simán ember, hanem ami később kiderül, viszont pont emiatt van különleges képessége is, ami blokkolva is van. Következő, ami akár a rossz fiús pontnak a párja is lehetne, a barátnőd egy bombázó, te meg csúnya vagy. Ez szintén minden ifjúsági középiskolás könyv ever. Meg nem mondom, hogy a Luxemben Kate-nek volt-e valami barátnője, de biztos, hogyha volt neki barátnője, ő sokkal jobban nézett ki, mint ő. Egyrészt. Másrészt, ami most így eszembe jutott, ebbe talán annyira nincsen kimondva ez a dolog, de hogyha így belegondolok, ez jutott most így hirtelen először eszembe. A Natalia Sherbától az Óra torony, ugye ebben van, ez a harmadik része az óramágusoknak, és ebben van egy karakter, Zahara, és ő meg Vasilisza barátok. És csak azért gondoltam erre a könyvre, mivel hogy Zaharáról az van írva, hogy ő amúgy szép, meg Vasilisza tesójáról is az van írva, hogy szép, Vasilisszáról mindig azt mondják, hogy ő csúnya. Amit egyértelműen nem igaz, mert mindegy, csak azért mondják, hogy csúnya, hogy csúfolják, de hogy meg hogy vörös haja van, ami engem már így azért nem szokott megdöbbenteni, mert mostanában minden létező könyv, amiben valamiért kiáll a főszereplő a többiek közül, az, hogy szeplős és vörös a haja. És már több főszereplőt tudnék mondani, aki szeplős és vörös hajú, mint aki sima barna hajú, de tényleg. Szóval engem már ez így nem ütköztet meg ez a dolog, úgyhogy ebből kifolyólag nem is találom Vasilisszát csúnyának. Én ezt tipikusan úgy szoktam értelmezni, hogy nyilván a barátnőt tekinti mindenki a legdökösebbnek, és aztán a könyv végére a fiú lesz az, aki azt mondja, hogy de te vagy a legszebb. Mert ez így szokott lenni. Ezekben szokott, nem, na most nem erről, csak így átlagában beszélve erről a kliséről szokott az lenni, hogy a csaj nem hiszi el, hogy rámozdulna a pasi, mert hogy hát én csúnya vagyok, biztos a barátnőmre fog rámozdulni. Az a bajom, hogy nagyon sok ponthoz előbb jut eszembe film, mint könyv szerintem, vagy keverem, hogy vajon tényleg tudok-e könyvet mondani, vagy csak láttam egy filmet, ami hasonló sztereotípiára, vagy klisén alapszik. Ja, és egyébként az ikonikus verziója, amit nagyon nem szerettem könyvben, az a The Duff pótkerék volt. Ugye abban volt a Designated Ugly Fat Friend, aki a főszereplőnk volt. A kötelező csúnya kövérkés barát, aki mellett a többiek még jobban néznek ki. Azt hiszem ez volt a koncepció, azért nem, az nem volt egy jó könyv számomra. Következő viszont az egyik kedvenc klisém. Mégpedig a játsszuk azt, hogy együtt vagyunk. Ha jól van megírva, ez akkor a hatalmas piros pontot tud kapni tőlem, hogy csak na. Amúgy több ilyen könyvet is olvastam. Mondjuk lehet, hogy nem is olvastam annyi könyvet, csak sok ilyen filmet láttam. Mondom, keverem ezt a kettőt. A lényeg, hogy az egyik ilyen, amit mostanában olvastam, az a The Love Hypothesis. Főszereplő kamu kapcsolatot létesít a másik, a férfi egyeddel. És valamelyest ilyen a legfrissebb olvasásom is, ami a Nem mézes hetek. Annyi, hogy ott nem konkrétan a kapcsolatot tettetik, csak addig, hogy azt kamuzzák, hogy ők a házasok, és így el tudnak menni a nászútra a tesóik helye. Szóval az is félig meddig kamu kapcsolat, és az egy nagyon jó könyv volt, a Love Hypothesis is egy jó könyv, úgyhogy kamu kapcsolat, akármikor, akármilyen mennyiségben, feltéve, hogyha nincsen nagyon rosszul kivitelezve. Oké, a következő. Ez szintén az ilyen disztópiáknak és fantaziknak szokott a betegsége lenni, amiért szeretjük egyébként őket, ez pedig a normális akarok lenni, de helyette megmentem a világot. És csak, hogy kedvenc könyvet mondjak ide, ez például a Percy Jacksonnak az egyik legnagyobb alapja. Percy nem akar félvér lenni, de az, és innentől rá van sózva a világ megmentése. De szeretjük ezért is. Következő, ami nagyon tud idegesíteni, ha tudod, hol van, a nem lehetünk együtt, mert csak. Ennek a másik kedvence, hogy nem lehetünk együtt, mert valamit félre kommunikáltak, és ezért azt hiszik, hogy nem lehetnek együtt. Na, de erre egy nagyon rossz példát tudok hozni, ami nagyon nem tetszett.
mi ez? Lenyűgöző teremtmények? Csodálatos teremtmények? Nem Fantastic Beasts, az a másik, szóval az a Beautiful Creatures, amiben őszintén erről a könyvről nincs sok emlékem. Meg nem tudom nektek mondani, mi történt körülbelül a második felében, mert ott már annyira nem érdekelt a sztori, hogy csak így lapoztam és folyt ki a szemem tőle, meg az agyam. De tudom, hogy volt benne valami, hogy nem lehetnek együtt. Ennyire még emlékszem. Szóval nem volt egy túl jó szerelmi kapcsolat benne, mert hogy mindig ezen mentek, hogy de nem lehetünk együtt, és így... Jó, oké. Haladjunk. Következő az időutazás. Mi? Az időutazás egyáltalán nem buli. Nem sok könyvet olvasok, amiben időutazás van, pont azért, mert az időutazás mindent nagyon meg tud kavarni logikus szempontból, és időutazós sztoriban azt kivitelezni szerintem, hogy ne legyenek nagyon meredek megoldások, amik máshogy is megtörténhetnének, az szerintem nagyon nehéz. Ez lehet, hogy nem volt egy értelmes mondat, de a lényeg, hogy ezt nehéz kivitelezni, és saját magam kímélése érdekében ilyeneket szerintem annyira nem is szoktam olvasni. Amiben van időutazás, az az elfek öröksége. Itt az a szabály, hogy minden egyes napra csak egyszer lehet visszautazni. Személyenként egyszer. Egy személy, csak egyszer utazhat oda vissza. Van egy olyan része a sztorinak, amikor visszautaznak az időben, hogy korrigáljanak dolgokat, amiknek nem úgy kellene lennie már a jövőben. És itt is néha adódnak bonyodalmak ebből. Na, a következőre nem tudom, nem igazán tudok mondani. Ez a gonosz igazából a jó. Annyira gondolkodtam, de szerintem nem tudok. Szóval ezt a pontot, ezt ki kell hagynom. Ilyenre nem emlékszem. Azt tudom, hogy az Akotárban van egy ilyen fordulópont. Túl sok Akotár fact van a fejemben, mert az összes létező social médián mindig ilyen posztokat dobál be, akármennyire nyomkodom a nem érdekel gombot, és így látom is. De hogy minek? Következő pont, de mint tudjuk, nekem nincsenek szüleim. Szintén az ilyen kiválasztottatos könyvekben abban mindig az szokott lenni, hogy lehetőleg egy vagy két szülő halott, vagy nem tudjuk a kilétüket. Na most erre, amit tudok mondani, az az Árnyék és Csont. Abban ugye a főszereplő szülei meghaltak. De ilyenből még lehetne sokat mondani. Ez egy elég gyakran használt elem, hogy a múltbéli traumát és a megpróbáltatásokat valahogy legyen háttere, hogy miért történik. Következő, ha itt a világ vége, menjünk bába. Erre tudom mondani a Girls of Paper and Fire-t, amiben egy, hát a csúcspontja a történetnek egy bál alatt van, viszont ugyanezt tudom mondani még a Cinderre is, ugyanis ebben is van egy jelenet a végén, ami egy bálon játszódik. Ahova ráadásul azért megy el a szereplőnk, mert hogy oda nem akar nyilván elmenni, de el kell mennie, hogy megmenthesse a másik szereplőt. Hogy figyelmeztethesse. És nyilván ezért kerít egy báli ruhát meg minden, ami ilyenkor lenni szokott. Mi vagyunk az utolsó emberek a Földön, csináljunk gyereket! Istennek hála, én ilyet nem olvastam még szerintem. Habár, őszintén, mintha valami ilyesmiről lett volna szó a Luxen sorozat vége felé. Nem konkrétan így volt, meg lehet, hogy csak poénkodtak vele, de talán ez van a legközelebb ehhez, amit tudok mondani. De legalábbis egy ponton lehet, hogy valami indokolva volt valami ilyesmivel. Hallvány emlékeim vannak már csak erről a sorozatról. Következő, meghaltam, de hopp, itt vagyok megint. Nagyon sok film és könyv, inkább filmek miatt, én már megtanultam. Ha csak nem látjuk a holttestet, nem hiszem el, hogy valaki meghalt. Mert nagyon sokszor szoktok tényleg föltámasztani, már lehet inkább filmekbe szoktam ilyeneket látni. Nem teljesen ez a hopp, itt vagyok megintes dolog volt benne, mert hogy eléggé azért ki volt dolgozva, hogy hogyan történik az, hogy újra föltámad. Viszont ez nagy spoiler, úgyhogy spoiler a boszorkány éjszakájára vonatkozóan. Itt a könyv elején meghal Soloway a ló, ami hatalmas traumaként ért, ezért nem voltam csalódott, amikor a végén úgy alakultak a körülmények, hogy Vászia föltámaszthassa. Szóval ez viszonylag meg volt indokolva, és nem csak így a semmiből támadt fel a ló a végén, de én azért örültem neki, mert nem tetszett, ahogy megölték. Traumatikus élmény, mikor lovat kell látnom meghalni.
És még veszélyesebb, hogyha közben palacsintát sütök, mert valaki ezt hozzá akarom vágni, a palacsinta sütőt. Következő biztos vagyok benne, hogy legalább filmet láttam ilyen, de lehet, hogy könyvet is, de eszembe nem jutta most hirtelen egy könyv, ami ilyen. Ez pedig az első nap az új helyen, és egyből 1000 új barátunk van. Mert szerintem a legtöbb könyv, amit én olvasok, és középiskolában, vagy bármikor új helyre kerülünk ös, és tényleg ez az instant, te vagy a legmenőbb arc, és mindenki veled barátkozik. Ilyeneket nem szoktam olvasni, vagy ilyennel nem nagyon találkozok, inkább az szokott lenni, hogy új helyre kerül, és nagyon nehezen barátkozik. Úgyhogy erre most nem tudok mondani könyvet. A következőre szerencsére nem tudok mondani könyvet. Ez a Hánytam, tehát terhes vagyok. Szerintem nem is sok könyvet olvasok, amikben a szereplő terhes. Ami talán ehhez a legközelebb van, az a Stage Dive sorozat 4. része volt. És ott nem emlékszem, hogy hányással kezdődött, vagy terhes teszt pozitív. Ugye a terhességi teszt pozitív lett, és azzal kezdődött. A kettő közül valamelyikkel kezdődött az a könyv, de nem tudom melyikkel. Mély nyomokat hagyott az a könyv, de nem ilyen téren. Mármint, hogy nem ez az info. Maradt meg az agyamban. Következő, a gyilkos a legjobb fej. Ilyenből se olvastam egyébként sokat, de amit tudok mondani, az a Csütörtöki Nyomozó Klub, mert igazából ott, ami a végére kiderül, az ilyen elég fordulatos, meg ott igen, ott nem mondanád a gyilkosra, hogy nem bírod. Következő, a melegek a legcukibbak, a kötelező meleg pár, most már azért szerintem elég sok mindenben benne van. Úgyhogy ide most két könyvet is fogok mondani. Az egyikben főszereplők, a másikban mellékszereplők. Mert most így hirtelen nem tudom, hogy melyiket kellene mondani. Az egyik, az most a Carrion lesz, mert imádom Simont és Best, együtt főleg imádom őket. A másik, ami számomra a Végzett erekéi sorozat legelviselhetőbb része volt, az Elek és Magnus. Az volt a legjobb része annak a sorozatnak. Tényleg az volt a legjobb része. A tévésnek is, ameddig néztem, meg a könyveknek is az volt a legjobb része. És az utolsó, az Alvás luxus, a kávé viszont finom. Story of my life. Lehet többet kéne aludnom egyébként, nem igazából, csak nem tudok elaludni, de imádom a kávét. Mármint így magában a kávét. Tehát nem azért iszom a kávét, hogy fölébredjek, hanem mert finom. Kapásból erre sem nagyon tudtam mondani könyvet, szerintem a Love Hypothesis-ben nagyon sokat kávéztak azért. Ott mentek is kávézóba, kávéztak is, meg mivel PhD-znek benne, ezért igen, ott annyit nem alszanak, mint mondjuk kellene, tehát korán kelés, későn bemaradás, abban voltak ilyenek, úgyhogy szerintem azt mondom ide. Leginkább talán most az illik ide, ami így eszembe is jut. Úgyhogy igen. Úgyhogy nagyjából ez lett volna ez a könyves klisé kihívás. Köszönöm szépen Evelynnek még egyszer, hogy kihívott erre a tegre kihívásra. Ez a kettő nem tudom, hogy egy és ugyanaz-e, hogy tag meg, hogy kihívás. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!